letagadhatatlanul megérkezett az ősz, ez az időjáráson is látszik, és hát ha már ősz, akkor az oktató-nevelő intézmények is beindultak, Zsámbékon is zökkenőmentesen történt ez? Kérdezem a polgármestert. Az eddigi visszajelzések szerint igen, tehát tartom a kapcsolatot folyamatosan az intézményvezetőinkkel, semmilyen negatív visszajelzés nem érkezett, úgy tűnik, hogy mindenki simán vette a kezdést, jelentette akadályokat megtörténtek -e a nyári, ilyenkor szokásos karbantartó, javító munkálatok, tisztító festés, ami mondjuk a, az iskolát illetően nyilván a, klikre tartozik, de sok helyütt az önkormányzat is odafigyel erre, hogy meglegyen. Hát úgy vagyunk az iskolával, hogy igyekszünk. Ugye az az alapvetés, hogy még mindig zsámbéki gyerekek járnak oda, tehát igyekszünk figyelni rá, és hogyha az igazgatónőnek van valamilyen jellegű kérése, teljesítjük nyilván, ha a lehetőségeink engedik, de úgy tűnik, hogy most a klik ezt kézben tartja, a mi embereink inkább, kollégáink inkább az óvoda, bölcsőde területén dolgoztak, végeztek ilyen jellegű tevékenységet. Tehát akkor végeztek, megtörtént. Így van, ezt elvégeztük természetesen időben. Arról van-e tudomás a polgármester úrnak, hogy bármelyik intézményükben van-e pedagógus hiány, nevelő hiány, tehát hogy milyen kondíciókkal kezdték a nevelési évet, illetve a tanévet? Biztosak benne, hogy nincs, tehát olyan nincs, amit ne tudnának megúrani, tehát lehet, hogy átmeneti hiány éppen van, de az olyan, hogy már megvan a következő jelölt, aki azt a rövidesen be is lép a, a távozó helyére, tehát eddig nem okozott ez gondot nálunk. Sikeres fesztiválokon van túl a város, akár a Blues Picnicre gondolunk, akár a Bodza Fesztiválra, de hát küszöbben áll egy újabb nagyszabású rendezvény, a Fékomatta Fesztivál, amihez viszont ez az időjárás nem a legidálisabb. Hát igen, ugye itt most van egyfajta kényszer, amit a járvány okozott. Tehát most látjuk egy kicsit, hogy a kanibalizmus is megjelent a, rendezvények terén. Ezt most pontosítsak, kérem, polgármester úr. Pontosítom mindenképpen. Tehát azt látom, hogy egy-egy hétvégén egy viszonylag kis távolságon belül több nagyszabású, sokszor hasonló tematikájú rendezvény is van, és ezeket a látogató számot nem növeli. Tehát, hogy most egymást gyilkoljuk le. A... Nem egymást teszik az emberek. Nem, nem, nem a rendezvények eszik egymást szerenyt szerencsére csak. Bizakodom abban, hogy a jövő évben ez már rendeződni fog, és minden a normál, megszokott menetben, megszokott időben, és nem egymásra szervezve történik majd. De azért lesz fékomatta, tehát hogyha ilyen borús idő lesz, akkor is van erre egy elképzelés, vagy terv, hogy akkor megvalósítható, és ha igen, akkor hogyan? Vagy van esőnap? Eső nap nincs, szerintem enyhébb esővel ezt még akár meg is lehet tartani. Ugye ez amúgy is egy téli rendezvény, tehát ez februárban szokott zajlani. Hát most bízunk abban, hogy óriási esők nem lesznek, hűsebbet vagy némi kisebb csapadékot pedig ki fogjuk bírni ott a helyszínen. A nagy mulatozások közepette jutott-e azért idő a fejlesztésekre, a gondolok itt útjavításokra, illetve a Korvind János út elkészült -e? Igen, az út elkészült. Igazából az évre tervezett fejlesztéseinket mi le is zártuk. Egy olyan van még, ami nagyobb volumenű, mert 100 milliónál nagyobb nagyságrendű két műfüves pálya épül a focipályán, de ezt nem akarnám így magunkénak tudni. Erről igazából a munka zöme az az egyesületé, ők nyerték a pályázati pénzt is, és is ők bonyolítják le a közbeszerzést és a munkakivitelezését is a vállalkozóval, mi pedig az önrészt rakjuk hozzá, és hogyha administratív segítséget kell nyújtani, abban tudunk segíteni. Egyébként a nyár végén beszéltünk az Egyesület vezetőjével is, és hát meglehetősen sikeres az Egyesület, jelesül a labdarúgó szakosztály. Polgármester úr látogatja a helyi mérkőzéseket? A 10 millió foci szakértő hazájában én vagyok az egyetlen valószínűleg, aki nem ért a focihoz, és én ezt el is ismerem, ellenben a... Sok... lehet szoktam, tétmeccsekre járok jellemzően, illetve néha az Egyesület elnökével megbeszélem, hogy ott beszélgetünk az Egyesület, Egyesület ügyes bajos dolgairól, ezért kimegyek, és akkor miközben megnézzük a meccset, mi beszélgetünk a szakmai dolgokról, illetve van két olyan személy, aki miatt számomra ez elkerülhetetlen a sok gyermekem közül kettő fiú, és ők számomra teljesen érthetetlen okból a foci szerelmesei, úgyhogy velük járnak focizni meccsekre, az ő meccseikre én is kijárok, illetve velük együtt kijárok foci meccseket megtekinteni. Végezetül tart -e a negyedik hullámtól, ami vagy itt van már, vagy jön, különböző jóslatokat mondanak a virológusok, a szakemberek, lesz-e korlátozás, karantén, lezárás, hogyan zajlik, ha egyáltalán harmadik oltás tehát mit gondol ez, ezekről a kérdésekről, hogy az év első felét leuralta a pandémia? Én alapvetően optimista ember vagyok, és a felém érkező hírek, már egy a politikából felém érkező hírek és politikus ismerősöktől érkező hírek alapján az, az az, optimizmus ez erősödik. Tehát az, hogy negyedik hullám van, itt van köztünk, én ezt el tudom fogadni, de úgy tűnik, hogy ez az átoltottság a jelenlegi szintje is sokat segít, illetve pont az oltottakon sokat segít az oltás. Bízom benne, hogy ez a szám növekedni fog, és ha korlátozások jönnek is, ahogy én hallom az információkat, az inkább azokat fog érinteni, akik nem oltottak, illetve bizonyos olyan területek lehetnek, ahol ha maszkot kell hordani, vagy ilyesmit, azt mondom, ez még kibírható. Tehát ha csak ennyi történik, akkor én elégedett leszek.